Jó napot kívánok! Kérem, álljon ide a paraván elé, és vetkőzzön le derékig. Jó napot kívánok! Neve? Halász István. Húzzon egy tételt, és mondja be a címét. Azt vegyem el, amit felém nyújt? Ha ennyit kérdezősködik, nem fogja sokra vinni az életben. Bocsánat. Na, mondja, mit húzott? Arany és Petőfi külső összehasonlítása. Úgy látom, meglepődött. Igen, meglepődtem. Nem számítottam rá, hogy arany is lesz. Pedig várható volt. Tavaly például Babics és József Attila külső összehasonlítása volt. Azelőtt pedig Homérosz és Táncsics. Bocsánat, de hát Táncsics nem is volt költő. De hasonlított Madács Imrére. Kétségbe akarja vonni a hozzáértésünket? Nem, dehogy. Elnézést kérek. Meg sem lepődött rajta, hogy szóban kell írás beliznie. Nem mertem. Ugye ez azért van, hogy személyesen is megismerjük az érettségiző fiatalokat. Főleg azokat persze, akiknek befolyásos szüleik vannak. Elnök úr, elnézést, hogy bocsánatot kérek. Még azt szeretném kérdezni, hogy miért külső összehasonlítás a feladat? Hát kérem, a válasz rendkívül egyszerű. Azért, hogy az olyan tanárok is részt tudjanak venni a felelet értékelésében, akik nem az adott szakot tanítják. Értem. A külső összehasonlításhoz viszont mindenki ért. Matematikából például Thales és Pitagórasz külső összehasonlítása a feladat. Ami sokkal nehezebb, mivel mind a ketten szakállasok voltak, és Thalesről csak egy olyan szobor maradt fenn, aminek hiányzik az egyik füle. Ezért sok vizsgázó azt mondja, hogy Pitagórasznak egyel több füle volt. Ezek meg is buknak. De hogy mondjam, szóval, itt például nincs más tanár. Én viszont matematika-fizika szakos vagyok. Matematika-fizika? De jól beszélek franciául. Szöveggyűjteményt lehet használni? Természetesen, de csak a borítóját. Azon vannak a képek. Igen, tehát akkor kezdem, jó? Tessék. Petőfi és arany külső összehasonlítása, írásbeli érettségi felelet. Petőfinek, a Szabadságharc költőjének, a nép szeretett fiának fél szeme, kalózszakálla és nagy lófogai voltak. Ne adjak egy olyat, amin nincs összefirkáló? Köszönöm szépen. Igen, hát akkor elkezdem újra. Tessék. Jó? Petőfinek, a Szabadságharc költőjének, a nép szeretett fiának nem volt lába. Azt hiszem, nem adtam meg a kellő segítséget. Ez egy mellkép. Hát tudja, a mellképen általában nem szerepel Igen. a láb. Bocsánat. Kivéve ugye, ha valaki felhúzza a melléhez. Igen. Próbáljon meg ebből kiindulni. Igen, bocsánat. Köszönöm szépen. Tehát Petőfi fiatalabb volt, mint Arany János. Legalábbis a képen. Igen, de szóval például sokkal kipihentebbek a szemei. Na, lehet, hogy csak a délutáni alvás befolyásolja a tekintetét. Igen. De az is lehet, hogy csak fiatalosan néz ki a falusi levegő, a gondtalan gyerekkor. Ráadásul a lábát se tudta felhúzni a melléhez. Amit a kép is bizonyít. Erre nem is gondoltam. Na, hát akkor tovább megyek. A két kép jól mutatja, hogy a reformkori és a forradalmák költők, így Petőfi és Arany, fekete-fehér színűek voltak. Petőfi inkább profilból volt mutatósabb, bár így nem látszott a szakálla, aminek jelentős hátulütője, úgyhogy sokkal nehezebb megkülönböztetni Arany Jánostól. Bár ezen a profil felvételen nem látszik, Petőfinek nem volt kevesebb füle Arany Jánosnál, hasonlóan Thaleshoz. Bár mindketten csak derékig látszanak, a legtöbb képen neves kutatók véleménye szerint mindkettőjüknek megvolt mindkét lábuk. Így ketten együtt összesen 4 lábbal dicsekedhettek. Befejezte? Be.
Közepes, szóljon a következőnek. Közepes? Miért, jobbra számított? Hát, a bölcsészkarra szeretnék felvételizni. Aha, bekerüljön a sokkal nehezebb. Három költőt kell összehasonlítani, ráadásul fejből, és a nevüket nem is mondják meg, a felvételizőknek kell rájönni. Hogy kire gondolt a feladat kitalálója? Ráadásul, aki kitalálta, utólag módosíthat. Atya, úristen! Ezért elárulom magának, de csak magának, hogy miért kapott közepest. Igen? Na. Szóval azért, mert maga alacsony és kövér. Violetta ezért kapott ötöst. De hát ő nem is tud olvasni. Viszont derékig érő haja és alma alakú mellei vannak. Fiam, az érettségi az életre készít fel, és az életben csak a külső, ami számít. Csak a külső alapján tudja megmondani például, hogy Einstein jobb fizikus volt, mint Kolumbusz tengerész. Mert Einstein például sokkal fotogénebb volt, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy Kolumbuszról egyetlen fénykép se készült. És Nicoletta matróz szakálla van, és nem tudja becsukni a jobb szemét. Ráadásul a bal válla 20 centivel magasabban van a jobb halántékánál. Mégis ötöst kapott. Na igen. Ő egy sajátos szépség. Van benne valami egzotikum. Azért, mert államtitkár az apja. Igen, nagyon jól látja. Nagyon jól látja szépségének a forrását. Látja, érti maga ezt? Csak azt nem érte, hogy akkor miért nem készült. Az az igazság, elnök úr, hogy könnyebbre számítottam. Sajnálom. Azért megadom a felvételi előkészítő fitnessklub és garnisszálom címét, jól jöhet magának.